Zártam az autó, karcmentes volt, ebbe a kemény mezőnybe is a végére már megtaláltam a helyemet, egy jót sikerült csatáznom az elődöntőbe Szecsődi Norberttel, úgyhogy jól zártuk a hétvégét szerintem. Életed első futam volt Super 1006-ban, mennyire kemény a mezőny? Hát nagyon kemény, az elején idejöttem és úgy nézegettem jobbra-balra, tehát itt mindenki már nagyon megy, minden technika nagyon komoly, a sofőrök is nagyon tapasztaltak és tehetségesek, úgyhogy fel kell nőni a kategóriához. Mária Pócsra még a célok, most már, hogy látod az erőviszonyokat? Hát Mária Pócsra megpróbálok még egy megelőzni Szecsődi Norbertet, és hát csípni pár pontot a bajnokságba is. Köszönöm szépen, gratulálok! Szóval.